topográfiai felmérés a temetőben ezelőtt 2 héttel kezdődött el. Én nyári gyakorlaton vagyok, itt egyetemistaként a művészettörténész karon tanulok, így veszek részt én is a projektben. A célja a régebbi, mondjuk úgy gazdátlan, híresebb emberek sírjának a megőrzése, felmérése, térképre tevése és műemléké nyilvánítása. A munkát lent a főkapunál kezdtük ezelőtt, és most jelenleg kezdtük el a 3. parcellát felmérni. Körülbelül a felének, felével meg vagyunk. A terepen a felmérések 2 hetet talán még fognak tartani. Most ez sok mindentől függ, időjárástól is többek között. Körülbelül hány sírhelynek kell pontosan a topográfiai helyét meghatározni? Mi kaptunk egy 300 sírhelyről szóló listát, és ezeket mérjük mostan fel. A minisztériumhoz fordultunk még tavasszal, télen, hogy a legfontosabb műemléksírokat külön nevesítve védelemre javasoltuk. Kérték a lajstromot, amit mi felküldtünk. Válasz az volt, hogy kell a helyrajzi számuk. Igen, ám, de időközben titkosították a nyilvántartási dokumentumokat, és semmiféle adatot nem tudunk a kövekkel kapcsolatosan. Kik titkosították? Itt az iroda, az adminisztrációs igazgatóság. De ez nem az önkormányzathoz tartozik? Az önkormányzat titkosította tulajdonképpen egy éve, tavaly májusban. És nem lehet semmit tenni? Nem lehet semmit, mert az RMDS csúcsvezetőségével volt közös gyűlésünk, és ott megígérte Kötő József Máté Andrással, hogy a jogi keretet ellenőrzik, és László Attila ígéretet tett, hogy megcsinálják a topográfiai felmérést. Vártunk május, június, sehol semmi, végül kisült, hogy nincs rá pénz. Nekünk volt 500 ezer forint pályázati pénzünk, és abból nagy nehezen harcok, meg folyamodványok, meg minisztériumi leírás után megengedték, hogy azt a listán szereplő néhány 300-400 műemléksírt és híres ember sírt felmérjük a temetőben. Ez a munka kezdődött el körülbelül 10 napja. Nagyon jó csapat dolgozik, jól is haladunk, és állandóan ellenszélbe, tehát úgy érezzük, hogy követnek. Most locsolták le ebben a periódusban szinte, nem kevéssel azelőtt, amiután jóvá hagyták a restaurált köveket, most széttörték ezt a követ, kiszedték az ültetett fákat, tehát a temető igazgatóság, amelyikre rá van bízva egy műemléktemető, az úgy viselkedik, mint a kecske a káposztában. Áskálódnak az embereinket, megállítják, 11 éve dolgozunk a temetőben, ingyen gyomlálunk és rendet tartunk, és a portánál most legújabb, hogy aláíratnak és a bulletin számot be kell a személyazonossági számát írnunk. Tehát ilyen messze menően piszkálódás meg mind fogást keresnek rajtunk, állandóan ez az érzés. És az is az ő feladatuk lenne, hogy egy műemlék, ami előkerül, muzeális értékű 1800-as, legkésőbb 1800 elejéről való kő, azt ők védjék és ők értesítsék a műemlékes hatóságot, nem pedig mi véletlenül bukkanjunk rá.